Csíksomjon a boldogságos Szűz Mária tisztelete. Egyidős a ferencesek 1440-es években történő letelepedésével. Az első gótikus templom védőszentjének, a Sarlós Boldogasszonyt, azaz Szűz Mária látogatása Erzsébetnél titulust választották. Már az első évtizedekben kiemelté vált Szűz Mária tisztelete, ami abban állt, hogy a templom búcsú napján a környék népe Csíksomjon gyűlt össze. Rövidesen szokássá vált, hogy az évközi Mária ünnepeken is jöttek hívek a szűzanyát köszönteni. 1444-ben 4. Jenő pápa a templom építéséhez nyújtandó segítségre biztatja a híveket. Arra hivatkozva, hogy igen sok nép jár Csíksomjóra Szűz Máriát tisztelni. Ez a Mária tisztelet gyarapodott az idők folyamán, és általánossá vált, amikor a gótikus templom 1510 és 1520 között egy szép Mária szoborral gazdagodott. Ezáltal úgy érezték a hívek, hogy a szűzanya valósággal velük van, közöttük lakik. A 1567-ben, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem az új hit elfogadását erőszakkal akarta kényszeríteni a népre, a székelyek pünkös szombatján Csíksomjon gyűltek össze. A gyergyói, csíki és kászoni népek Csíksomjon gyülekeztek, kérték a szűzanya hadhatós közbenjárását, majd innen indultak a Hargitára megvívni a hitük védelmére szervezett csatát. A győzelem után aztán Csíksomjóra tértek vissza hálát adni Istennek és a szűzanyának. Megfogadták, hogy a győzelem emlékére minden év pünkös szombatján elzarándokolnak Csíksomjóra a szűzanya tiszteletére. A századok folyamán sok nyomorúságot elszenvedtek a székelyek, változtak az idők és szokások, ám nem fakult a Szűz Mária tisztelete. Szűzanya soha nem hagyta el hű gyermekeit, mindig segítette azokat, akik hozzá folyamodtak. Kimondhatatlanul sok csoda és ima meghallgatás történt és történik napjainkig a szűzanya közbenjárására. Éppen ez adja Csíksomjónak a kegyhely jellegét. Voltak idők, amikor háborúk vagy éppen politikai rendszerek gáncsolták az ősi szokás rendszeres gyakorlását, de mihelyt megszűntek az akadályok, hiánytalanul helyreállt a rend. Most is ez az ősi érzés vezérli pünkösdünnepén a hitbuzgó székelyeket. A mennyei édesanyja hívja és várja gyermekeit Csíksomjóra. 1990 óta olyan sokan jönnek Csíksomjóra, hogy akár egy templomban vagy a templom előtti téren már nem férnek el. Az utóbbi években 250-300 ezerre becsülik a pünkösdi zarándoklat résztvevőinek számát. Hogy mindenki elférjen, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti térségben építettek oltárt, és ott vesz részt a közös szentmisén az zarándokok nagy tömege. Csodálatos és megható ennyi hívő embert együtt látni, közös imájukat és éneküket hallgatni. A kegy templomba, a kegy szoborhoz a búcsusok kis hányada juthat el. De ennek ellenére is érvényes a búcsújárás. Érvényessé teszi az a mély hit, a szűzanya iránti gyermeki tisztelet, amely elhozza az zarándokokat Csíksomjóra. Érvényesi teszi az út fáradalma, a többféle kényelmetlenség, a tűző nap hősége vagy éppen az eső áztatása, és nem utolsó sorban a szentségekhez járulás, szentmiséken való részvétel, sok-sok ima és ének. Yeah.
Atyánk, mindenható Istenünk, mindig irgalmasan fordulsz azok felé, akik szeretnek téged, és sehol sem vagy távol a téged keresőktől. Légy árnyitatos lélekkel, szarándokló szolgáiddal. Irányíts akaratod szerint útjukat, és áld meg azok, áld meg őket, hogy nappal árnyékoddal üdvösen védve, éjjel kegyelmet fényétől megvilágítva, kíséreteddel örömmel érkezzenek meg szarándoklásuk céljához, a csíksomjói szűzanyához, Krisztus, ami Urunk által. Minden úton végig kell menni, nekünk magyaroknak különösen is az a feladat, hogy ott is példát adjunk, ahol más nem tud példát adni. Fajó Sándor ezt így fogalmazta meg az ő versében. De túl minden bón és minden szenvedésen, önérzetünket nem felejtve mégsem, nagy szívvel, melyben nem akad a hűség, magyarnak lenni, büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszked a Kárpátok alatt. Ha küszködöm, ha szenvedöm, ha sírva viselni sors, ahogy megvan írva, lelkünkbe szíva magyar ölnök lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét, féltön borulni minden magyar bögre, s hozzátapadni öröktől örökre. Kedves barátaim, zarándok úton levő testvéreim, ezen az úton, amikor az egység és a Szentlélek kitöltetésének az ünnepén vagyunk, az a szeretet legyen velünk, amelyről Ezékiel próféta így szólt. Így szólt az Úr. Egybegyűjtelek titeket minden nép közül, egybegyűjtelek a tartományokból, és néktek adom a földet, melyen élni fogtok. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Oh.
aki megjelent az állomáson. Hoztunk egy kis hangosítást. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy újra itt lehetünk szabadon a vírus után, hogy magyar testvéreinkkel újra együtt találkozhatunk. Megkérem Tőkés László püspök urat, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnökét, hogy néhány szóban üdvözölje a vonat utasait és mindannyiunkat. Nem tudom, hogy lesz-e kellő türelem és figyelem, hogy néhány szavamat elmondjam, de megpróbálom. Isten hozott benneteket, nagyon hiányoztatok a megelőző, kihagyásos időszakban. Ez egy gyönyörű, nagy találkozója a Kárpát-medencei és a diaszpora magyarságnak. Mindig szívdobogással várják a nagyváradiak is a megérkező össznemzeti zarándokvonatot. Valójában mi is mindannyian zarándokai vagyunk a földi életnek, és ezen az úton találkozunk. Tamási Áron nevét hordozza a mozdony. A mozdony nélkül nem halad a vonat. Szellemi, lelki erő nélkül nem él a magyar élet. Ez a tanulsága ennek a Tamási Áron emlékévnek, aki innen indult Székelyhonból, és holtában visszatért farkaslakára, Székelyföldre. Azt emelném ki, hogy Tamási Áron nevéhez fűződik elsősorban az 1937-es vásárhelyi találkozó, ahol minden jóra való magyar ember Erdélyben szellemi elődeink összegyűltek, hogy egybe szervezzék a szétszóródó és az utódállamok uralma alatt sínylődő magyarságot. Ez a szellem hatotta át a 37-es vásárhelyi találkozót, és nem nehéz dolog párhuzamot vonni a vásárhelyi találkozó és a csíksomlyói búcsú között. Természetesen a kettő nagyságrendileg különbözik egymástól, de annyiban egy közös nevező kapcsolja össze őket, hogy a magyarság összegyűjtését, összekovácsolását szolgálja mind a kettő. Csíksomlyó hitben kapcsol össze, református püspökként azt mondhatom, hogy ökumenikus szellemben kapcsol össze, hiszen itt nem is tudom, ha megszámlálnánk akkor, mennyi protestáns és mennyi katolikus volna, biztos jó az arány, és így találkozunk Krisztusban mindannyian, a vásárhelyi találkozó pedig nemzeti egységet szolgált, és ma is a Kárpát-medencei magyarság nemzeti egysége kézen fogva jár a hitbeli egységünkkel, mert Krisztus népe vagyunk, és Árpád utódai vagyunk itt a Kárpát-medencében. Testvéreim, áldott ünnepet kívánok, boldog pünkösdi ünnepeket! És hadd idézzem Krisztus Úrunk szavát, aki azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rejátok. Ezt az erőt kívánom az egész arándok csapatnak.
Köszönjük az aranyadikokat is Kolozsváról, Isten hozta önöket a Kincsesvárosba. Az előbbiekben a Mirai Cifra Néptánc csoport együttest látták, és a Tokors zenekart hallották játszani. Elsőként felkérem, hogy köszöntőt mondjon a Várnai Szabó és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviselője, konzul. Engedjék meg, hogy Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa nevében röviden köszöntsem önöket Pünkölti Zarándok útjukon úrban Csíksüvükszó. Az idei évben talán jelzés értékkel Pünkölt egyházi ünnepe és a nemzeti összetartozás napja a június 4-e egy hétvégére esik. A Szentlélek eljövetelének ünnepét a keresztény egyház születésének tartjuk. A két ünnep egy olvadása tökéletes párosítás lesz ezen a hétvégén. A csíksomlyói több száz éves hagyomány, a katolikus székelység szűzanya iránti tisztelete az idő során átalakult, egy még nyitottabb ökumenikus, a keresztény magyarság értékrendjét hirdető áldott eseményé, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a 2022-es búcsú mottója, béke és jóság. A jelmondat üzenete tiszta, egyértelmű és világos. Iránymutatást ad ahhoz, hogy a jelenleg érzelmileg rendkívül megterhelő és bizonytalan időszakban lelki békére leljünk, egy kicsit megpihenjünk, erőt merítsünk, és ezután feltöltődve az önzetlenül, szeretettel és jó szívvel megosszuk a támogatást keresőkkel. A csíksomlyói nyerekben összegyűlt több százezer tömeg lelki ereje és az összetartozás élménye örök, életre szóló mély kapcsolatot teremt a világ minden tájáról hazaérkező honfitársainkkal és egybegyültekkel. Az útjuk elején biztos tapasztalták, hogy az össznemzeti zarándok vonat idén a magyar irodalom egyik legolvasottabb Kossuth díjas székely magyar író Tamási Áron arcképével, nevével és szülőfalója Farkaslak a tájképével van feldíszítve. A Magyar Irodalom Története című műben Tamási Áron a lélek indulás novella kötetéről így ír Cine Mihály irodalomtörténész. Jaj és panasz, pátosz és humor, lázadás és mese szól különös történeteiben. Remélem a mondat minden egyes részletét érezni és tapasztalni fogják rendkívüli erdélyi látogatások ideje alatt. Az író születésének 125. évfordulója alkalmából engedjék meg, hogy megosszam önökkel egyik gondolatát. Olyanok a szavak, mint a hírnökök. Mindazt, ha jót vagy rossz, elbeszélik, ami otthonul abban az országban, ahonnan jöttek. Kívánom önöknek, hogy legyenek a jó szavak hírnökei, fogják meg a kezét azoknak, akik egyedül vannak, olykor gondoljanak az otthon maradottakra. Találják meg lelki békőket, és osszák meg élményeiket azokkal, akik még nem élték meg Csíksomlyó különleges atmoszféráját. Béke és jóság, Isten áldja önöket útjukon. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Felkérem János Imre segédlelkészt, a Szent Mihály plébánia segédlelkészét, hogy áldja meg a közönséget. Dicsértessék Jézus Krisztus! A béke és jóság Istene legyen mindnyájatokkal. Az zarándoklatra további indulások előtt Isten áldásának erejével töltekeztek. Kimozdulva a megszokott kényelem, vagy éppen a mindennapi harcok falai közül. Kicsit magatok mögött hagyva, kicsit magatokkal cipelve belőlük valamit ezen a hosszú úton, hogy megérjen bennetek. Hogy találkozzatok fájdalmaitok gyökerével, hogy fogadalmat tegyetek, hogy felajánljátok egy nemes célért, fogadjátok ezért az Isten áldását.
mindenható Istenünk, aki mindig irgalmasan fordulsz azok felé, akik szeretnek téged, és sehol sem vagy távol a téged keresőktől. Légy most zarándokló szolgáiddal. Irányítsd akaratod szerint útjukat, hogy nappal árnyékoddal üdvösen védve, éjjel kegyelmet fényétől megvilágítva, kíséreteddel örömmel érkezzenek meg zarándoklásuk céljához, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az Úr irányítsa utatokat és segítsen, hogy üdvösségetekre váljon. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ne legyen meg a te akaratod, ahogy itt a átvitele plébánia plébánosát, főtisztelendő Keresztes Zoltánt, hogy szóljon hozzánk, talisznyáljon fel bennünket gondolataival, imáival és áldását kérjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldja meg! Békesség Isten! Manapság már nem igen van olyan ember, akit régi szokás szerint vándornak lehet nevezni. De ha mégis volna, mutatóval legalább egy, vándor útjából azaz egy sem hagyná ki Erdély bizonyosan. Olvashatjuk Tamási Áron, Bölcső és Bagoly önmérrajzi regényében. Kedves zarándokok, akik idén az összemzeti zarándokvonaton a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express közös szerelvényét vontató mozdony díszítésével a 125 éve született székely íróra, Tamási Áronra emlékezve érkeztetek Gergyószent Miklóssal, szeretettel köszöntünk, Isten hozott. Ti nem vándorok vagytok, hanem zarándokok.
akik megfogadtátok a Kossuth Díjas Székely Magyar Író Intelmét, és Erdélybe érkeztetek. Erdélybe és ezen belül Csíksomlyóra, nemzetünk szentélyébe igyekeztek, hogy egy nagy ajándékot kapjatok. A boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya tekintetének ajándékát. Ez az ajándék nagyon fontos az életünkben és hivatásunkban. Hiszen, hogy mindannyian csatlakozni akartok a boldogságos szűzanyához és az apostolok imádkozó közösségéhez, kérve a Szent Lelket, annak kiáradását egyéni, közösségi és nemzeti életünkre. Miért zarándokoltok Csíksomlyóra? Egyik zarándok atyával én is hiszem, itt akarunk valamit hagyni magunkból, másrésztről el akarunk vinni a kegyhelynek szentségéből. Új erőt szeretnénk meríteni belőle, a lélek erejét, amelyre olyan nagy szükségünk van hétköznapokban. Tamási Áron mindezt így fogalmazta meg. Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyat cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után. Kedves zarándok testvérek, kívánjuk számotokra, hogy majd hétfőn a Babba Mária áldásával és új erővel, a lélek erejével induljatok haza Erdélyországból, és érkezzetek meg szeretteitek körébe. A Szentlélektől eltelve életetekkel hitelesen, félelem nélkül hirdessétek az evangéliumot, az örömhírt, az, hogy a mi feladatunk megalkuvás nélkül megmaradni embernek, hiteles kereszténynek, nemzeti fajtáját szerető magyarnak. Minden jelenlévő testvérnek kegyelmekben gazdag zarándoklatot és pünkösdi ünnepet kívánunk. Most pedig közösen kérjük a magyarok nagyasszonyának közbejárását. Most segíts meg, Mária! Hogy irgalmas szűzanya, keservét a bunnak bajnak, eloszlatni van hatalmas. Hol már ember nem segített, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekinnek, nem te soha nem leted. Hol a szükség kínjanak, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Ha már... Szúrja már meg valaki a végén! Én megfogom! Ha már az van, hogy... Jézus atyám! Változik, hogy ki ez a sem. Püspökatyák, főtisztelendő paptestvérek, szerzetes testvérek és nővérek, népünk elöljárói, kedves zarándok testvérek! Kisebb testvérek, Szent István királyról elnevezett erdélyi rendtartománya nevében örömmel köszöntelek benneteket újra a hármas halom oltártól, amely köré összegyűltünk, mert egyek vagyunk és összetartozunk. Engedjétek meg, hogy külön köszöntsem azt a népesebb zarándok csoportot, amely Kárpátaljáról érkezett, jelértéke van. Köszöntöm azokat is, akik az online térben csatlakoznak hozzánk, és velünk együtt imádkoznak. A szélrózsa minden irányából, a hívó szónak engedelmeskedve, megérkeztetek, zarándok testvérek, ide a csíksomjói kegyhelyre, a jól kitaposott útakon, amelyek igazából a mi erdélyi magyar El Camino útunk, Máriának útja, vagyis Mária által Jézushoz akarunk jutni. Nehéz elmondani, hogy mekkora öröm és hála van bennem, hogy újra együtt vagyunk a hármas halom oltár körül, ahol már nem választ el bennünket távolság egymástól, akár meg is ölelhetjük egymást. Béke és jóság, két szó, amelyet mi ferences testvérek mindannyiótoknak, mint búcsúfiát akarunk adni, vigyétek haza magatokkal a kegyhely üzenetét az idei évben is. Két szó, amelynek tartalmát óhajtjuk, és amelyre vágyunk.
a béke és jóság az igazságosságra és a szeretetre épülő rend megteremtését jelenti. Apostolokká és hírnökökké kell válnunk, akik a maguk közösségében hirdetjük a békét és a jóságot. Csíksomlyói segítő szűz, béke királynője, jár közbe értünk a mi Urunk Jézus Krisztusnál. Isten hozott mindenkit. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ezelőtt 2 évvel a szinte üres kegytemplomban gyakorlatilag a kamerákkal és az operatőrökkel nézhettem szembe. Jó együtt lenni, jó együtt ünnepelni. Béke és jóság. 2 érték, 2 kincs. Mindkettőre nagy szükségünk van. És egyik sem önmagától értetődő, mindkettőért tenni kell. Legyünk békességszerzők, legyünk a jóság osztói, megosztói. Segítsen bennünket a csíksomlyói aranyrózsás szűzanya, hogy hülyek maradjunk őseink fogadalmához, gyökereinket megőrizzük, de a jövőbe tekintsünk. Legyen velünk a Jóisten áldása. Szeretettel köszöntöm megjelent kedves testvéreket. Isten szent lelke, az ő egyháza hívott egybe bennünket. Hogy a csíksomlyói Márián keresztül a boldogságos szűz anyai oltalmát kérjük népünkre, nemzetünkre. Éppen ezért ezt a szentmisét az itt jelenlévőkért, népünkért, nemzetünkért ajánlom fel, bárhol is éljen annak bármelyik tagja is a világban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek! Jézus. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó nap a mindenható Istennek! És nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat lékeztem, gondolattal, szóval, cselekedettem és mulasztással. Én védkem, én védkem, éljen nagy védkem. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk!
igazság van Istennek. És a törvénykehesség a jó akaratú embereknek. Ízői tündéget, állunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, és mindig egyek legyünk a testvéri szeretetben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Legközötti békén. A hatalmi ambíciónál előbbre visz a testvéri szeretet. A, hogy hathatós támogatásunkkal csökkenjen a szegénység, az éhezés és a szenvedés a világon. Add meg a béke és a megértés ajándékát azoknak a népeknek, akik háborús körülmények között élnek. Elhunytjaiknak pedig add meg az örök élet boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, hogy a szent titkok megünneplésére érdekei legyenek a világon. Minden ható örök Isten, kegyességed és jóságod minden embernek szól.
Hadd, hogy a Föld minden népe fölismerje az evangéliumban Krisztust, aki a béke fejedelmeként született és jött a világra, aki él és uralkodik mindörökkönök. Thank you.